Akárcsak minden nyáron, az idén is munkálatok folynak mindkét iskolaépületben. A Múzsiai iskola egyike annak a három becskereki általános iskolának, amely a napokban korszerű internetfelszerelést kap. Telekommunikációs minisztérium és oktatási minisztérium közös projektja, úgynevezett AMRESZ, egy fejlett internethálózatot vezetünk be a központi épületbe, és most következő egy hétben ezek a munkálatok prioritás nálunk az iskolába. Jó hír az is, hogy az idén több magyar elsősük lesz, mint tavaly volt. Remélhetőleg megmarad a két magyar első osztály. Központi épületbe 15-en jelentkeztek, az úgynevezett kinti épületbe pedig csak 3-an. Minisztériumnak elküldtük a kérvényt, először a tartományba, azok pozitív véleményt adtak, hogy igenis megengedték, hogy kinyissuk a úgynevezett kinti épületbe önálló tagozatot. Most minisztériumon van a sor, hogy ők is megadják az engedélyt. Hogy szeptemberben megszólal-e majd az iskolacsengő, azt most senki sem tudja megmondani, pedig az, különösen az elsősök számára, emlékezetes esemény. Ez most úgy néz ki, hogy ki fog maradni, és úgy gondolom, hogy ez egy nagy hiány, ugye, ami megmarad a gyerekeknek. Mi igyekezni fogunk természetesen mindent megtenni, hogy ez a távoktatás sikeres legyen. Viszont arról is el kell gondolkodni, hogy a szülőknek mennyire van erre idejük elsősorban, lehetőségük, technikai felszereltségük és ismeretük. Az iskolában közben készül a falu szülöttének, Sziveri János költőnek az emlékszobája is, amelynek a megnyitását őszre tervezik.